Náci Péter lépést reklamált. Padla, lőni kell, padla, gól! Vastus poén. Bel az utolsó fél percen Kovács megéleve, oh, zsebje! Hoppá! Alacsony ez a kis srác 11-esben, akkor a gólt lőtt, kicsit szusszanunk, aztán folytatjuk a második féldővel. Köszöntöm a Liczon Televízió kedves nézőit, Firkászok című magazin műsorunkkal. Múlt héten az ígértek ellenére elmaradt felvételünk, ezért elnézést kérünk, megpróbáljuk most a múlt heti témákat is bepótolni. Állandó beszélgető partnereimmel, Sika Károlyjal és Hegedű Zsolttal. Sziasztok, fiúk! Köszönöm, hogy itt vagytok! Pont itt a felvétel előtt beszélgettünk, hogy mi a mai téma, és hát én azt mondtam a fiúknak röviden összefoglalva, hogy csupa balhés témáról beszélünk ma, hiszen elég sok helyen áll most a bál itt az egész sportot illetően. Hát vízilabda, foci, női kézilabdában is, aztán majd, hogyha még lesz egy kis időnk, akkor beszélünk a birkózásról, ami most globális méreteken belül értendőjét balhénak, hiszen ki ne hallotta volna, hogy a 2020-as olimpiai programjából le akarják venni a birkózást. Erről is beszélünk egy kicsit, aztán, hogyha a végén marad egy kis időnk, akkor még a nemzetközi focis eredményekről is, hiszen múlt héten bajnokligája fordulót rendeztek előtte is. Tegnap volt egy Barca Real, hát igen, most vágom magam alatt a fát Barca drukkerként, de hát erről is szeretnénk beszélgetni. Fiúk, mivel kezdjük? Nyilván akkor itt szűkebb hazánkon belül Eger. Kezdjük a focival? Kezdjük a focival. Kezdjük a focival. Hát akit nem tudná, február 27-ét írunk, holnap február 28-a van, Kocsis Zoltán egykori tulajdonos, vagy kisebbségi tulajdonos? Nem, kisebbségi tulajdonos. Kisebbségi tulajdonos úgy ígérte az összezon végén, hogy leges legkésőbb február 28-ára áll a világítás. Hát ha csak este valami csoda nem történik, és hát ilyen Mikulás munkában nem kezd valaki mondjuk, hogy pár alatt befejezi a világítást, akkor valószínűleg ez a határidő és egy újabb csúszhatásnak bizonyul. Mit gondoltak erről? Én csak nagyon röviden azért, hogy én túl legyek rajta, mert tudom, hogy sokan szeretik a nézők közül is, hogyha én hülyeségeket beszélek itt. Túl szeretnék lenni rajta. Én úgy gondolom, hogy a két hét óta annyi mindenképpen változott, hogy kiderült, hogy nem lesz itt tovább foci Egerbe. Tehát én úgy gondolom, hogy ez eldőlt, mi bíztunk a John Marshallban. A mostani helyzet megmutatta legalábbis az igazolások és a távozók listája, hogy itt semmi esélye a bennmaradásra. Gondolok itt arra, hogy a legjobb védőn Kovács Gábor eligazolt Paksa. Azok a játékosok, akik jöttek, nem megbántva a Palástiékat, MB2-ből igazoltunk, vagy illetve a Berki, ha minden igaz, ő is MB2-ből jött Vácról. A Rakovics Diógyőri barátaimmal, újságírókkal beszélgetve azt mondták, hogy MB3-ra is kevés a fiú. Nem megbántva megint csak, ezt csak... Már megtetted? Nem is miskolci újságírókkal beszélgetek, ugye, illetve országos újságírókkal. A Konét én láttam hátvédnek a Puskás Akadémia ellen. Annak ellen, hogy nagyon erős fizikai felépítése van a srácnak, biztos vagyok benne, hogy a Kovács Gábor nem tudja pótolni, hiszen két olyan gólt kaptunk róla, amikor egy 1,60 magas gyerek elnyomta a 2 méteres védőt. Egyedül én úgy gondolom, hogy aki erősítés lehető a Lassimant, egy nagyon ügyes srác, én úgy gondolom, hogy ha ő most egy jó fél évet futó maradhat itt Magyar NB1-ben, hiszen egy nagyobb csapat szerintem rácsaphat, nagyon technikás, nagyon ügyes játékosról van szó, kérdéses, hogy mennyire fogja bírni fizikálisan. A utóbbi hetekben, ami most csak így gyorsan megjelent, biztos vagyok benne, hogy nem lesz itt világítás Egerben, hiszen a holnapi határidő nemhogy csúszik, de én úgy tudom, hogy az MLS megengedte volna a hazai pályán a tavaszi fordulókat, hogyha kap egy írásos bizonyítékot, illetve egy írásos papírt arról, hogy április közepéig biztos, hogy elkészül a világítás. Ezt az írásos papírt nem kapta meg, valószínűleg akkor az egri vezetők tudják, hogy nem fog elkészülni április közepéig a világítás, ezért nem lesz itthon meccs, de én úgy gondolom, hogy nem csak április közepére, hanem Egerben nem hiszem, hogy lesz itt világítás. Milyen lett volna, hogyha hosszan mondod el a véleményedet, azt mondod, csak röviden mondod. Gyorsan próbálsz. Karcsítom, hogy látod ezt az egész helyzetet? Én nagyon várom már, hogy ez az új John Marshall nevű tulajdonos kiálljon a nyilvánossággal és elmondja, hogy valóban milyen céljai vannak az egri futballal, mert egyelőre azon kívül, hogy tulajdonosi szerepet vállalt, nagyon nem kaptunk semmiféle tájékoztatást arról, hogy mégis milyen tervekkel érkezett Egerbe, mi az, amit szeretnéd megvalósítani, milyen osztályú, milyen kaliberű csapatba gondolkodik. Már látva itt az igazolásokat, amit Zsolt is említett, valószínűleg ők nem az NB1-be gondolkodnak, mert ha NB1-es csapatot szeretnénk, akkor valószínűleg jobban zsebbe kellett volna nyúlni, és tényleg minőségi játékosokat a csapathoz hozni. Hát a fényről annyit, hogy egyelőre várni kell rá, ahogy várunk rá évek óta gyakorlatilag. Hát tényleg ez is egy olyan dolog, egy olyan meghatározó része a dolognak, amikor idejött, említette, hogy szeretne ugye a villanyvilágítást, szeretnék a stadiont felújítani. Továbbra is várunk ezekre a dolgokra, és arra, hogy tényleg kapjunk
mi is, a szurkolók is, illetve mindenki valamiféle tájékoztatást arról, hogy ki ez a John Marshall és mit akar Egerben. Mert eddig egyelőre erről leginkább csak találgatni lehet. De egyet tudunk, hogy pénteken megint utazhatunk Vácra. Én írtam egy anyagot, hogy a vándorcirkusz továbbra is haknizik az országban. Én írtam az anyag végére, hogy a nézőket sok szeretettel várjuk a következő fordulóban, majd Sopronban, mert ott tartjuk meg a legközelebbi hazai meccset. Én ezt viccesnek tartom, bármennyire is tudjuk, hogy John Marshallnak mi közel, mi nem közel van a Váchoz. Én ezt viccesnek tartom, hogy két keleti, hogy nem Sheffieldbe játszol, két keleti fellegvár, majdnem, hogy nyugaton játssza a meccsét. Nem tudom, én tudjátok, mi nem értek? Az MLS eredetileg a licenszet, ha jól tudom, a Debreceni stadionra adta meg nekünk. Akkor mi hogy játszhatunk már? Fáj utcában? Hogy játszhatunk már Miskolcon? Hogy játszhatunk most Vácon? Én úgy tudom, hogy az MLS licensz adó bizottsága az év elején dönt, a licenszet megkaptuk a Debreceni stadionra, és azóta már 4 stadionban játszottunk. Na jó, de bármilyen oknál fogva, tehát hogyha olyan stadionban rendezed a hazai bajnokirat, aminek van licensze, akkor elvileg rendezheted, mert az egy dolog, hogy mire kapod meg az engedélyt, utána te rendezheted máshol is. De ez mindegy érdekes, én legközelebb szerintem Grazba játszunk, vagy Sopronba játszunk. Mondom, Sheffieldben. Hát. Legalább én még mindig azt mondtam, ez a csapat most már szinte biztos, hogy kiesik, nem bántva. Én nagyon örülök, és nagyon nagy tisztelet és becsület például Németh Norbertnek, aki itt maradt ebben a nehéz helyzetben, és nagyon sok játékosnak ezen kívül, akik itt maradtak. Én tisztán becsülöm őket, én sajnálom például Németh Norbertet, hogy nem tudott elmenni egy jó NB1-es csapathoz, hiszen ő egy meghatározó játékos ennek az NB1-nek is. De nagyon sajnálom őket, illetve az egri szurkolókat, akik várnak, és azt mondják, hogy jó van, most már nem érdekel az se, hogyha ki fogunk esni, de legalább könyörgöm, egyszer lássam itthon a csapatomat, a Diós Gyűjt szurkolók könnyen jöttek volna Egerbe, közel van. Úgy volt, hogy a MLS megengedi, úgy volt, hogy a TV közvetítés megoldható, hiszen majd felvételről megy a mérkőzés. Pénteken végre hazai környezetben látjuk ezt a csapatot, lehet utoljára. Lehet, hogy az én korosztályom soha többet NB1-es focit nem fog látni Egerben. És megint meg utazni kell Vácra. Egerben lett volna, nem akarok esélyt, 2-3 ezer néző minimum. Jó hangulat, sok diósgyőri szurkoló, jó buli meccs. Erre lemenjünk Vácra, lesz 30 néző, ebbe beletartoznak majd a családtagok és a bírók is, és akkor játszunk megint egy unalmas, színvonaltalan meccset. Ezért az is jelzésértek, úgy gondolom, a szurkolókra gondolnán, hogy Vácon lesz pénteken ez az Eger-Diósgyőr összecsapás, és hát ebben az időpontra szervezett az Agria Ultra szurkolói csoport tüntetést a dobótérre. Ami elmarad, de nem tudom igazából most mi az igazság ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy erre az időpontra elvileg terveztek ilyen tüntetést a dobótérre, és hát még egyszer mondom, nem azt szervezték, hogy Vácra mennek szurkolni csoportosan, hanem azt, hogy hangot adnak, nem ezt a szurkolást, illetve ezt a tüntetést nem a szurkolói csoport szervezte, hanem egy emberke, aki csak szereti az egri focit. A szurkolói csoport még utoljára leutazik a csapattal. Nem. Utoljára leutazik a szurkolói csoportnak, én ismerem őket, utoljára mennek le a csapattal bárhova is mérkőzésre. Most megmutatják még Vácon, hogy ők szeretik ezt a csapatot, és nem kis pénz beleölnek abba, hogy ők leutaznak. Ezt értem, hogy 1300 forintra adják megint egyet a hazai szurkolónak, amikor fizetni kell szerencsétleneknek a benzinköltséget is, ami fejenként csak a finoman számolok is 2-2500 forint. Azt mondták még utoljára a csapattal, tényleg ez utolsó, amit tavasszal lemennek, a Diósgyőr ellen a váci mérkőzés, és onnantól kezdve soha többen nem járnak Eger meccsre, legalábbis ebben a fél évben biztos, hogy nem, amíg nem változik a helyzet. Ez a tüntetés elmarad, hiszen a rendőrség, ha jól tudom, nem engedélyezte, illetve engedélyt kell van kérni a tüntetésre. A szurkoló, aki szervezte ezzel a közösségi portálon, nem kért engedélyt. A rendőrség azt mondta, természetesen engedélyezi, ha jövő hétre tudnak engedélyt kérni, de nem tudom, hogy azóta valaki kért engedélyt, én nem tudom. Azt se tudom, hogy egyáltalán van ennek értelme, szerintem már nincs. Gyakran hangoztatják, hogy ugye a játék a szurkolókért van, illetve azért, hogy a nézők jól szórakozhassanak. Hát itt Egerben ennek nyomát sem észlelem. Ez a jelenlegi vezetésig, ez nem is értem, hogy mit gondol a szurkolókról, vagy hogy... Semmit. Hogy tájékoztatja őket. Abszolút. Ha csak egy picit közelmúltba visszautalunk, Puskás Akadémiával játszott edzőmérkőzést az Eger. 2 óra hosszával a kezdés előtt derült ki, hogy hol lesz a meccs, mikor lesz a meccs. Szerencsétlen szurkolók, az a 4-5 ember, aki legalább kíváncsi lenne a csapatra, azokat is megvezetik. És ez annyira elkeserítő számomra, hogy egyszerűen nem kapnak a szurkolók semmiféle visszaigazolást, biztatást. Csak gyorsan, még röviden a Puskás Akadémia meccsen kim voltam, szakadó eső egész nap, szerintem mindenki emlékszik rá. 3-4
egykor érkeztem a stadionhoz. Hamlet 2-kor kezdődött a meccsel. Én első fél időben tudtam ott maradni, mert annyira eláztam ebbe a szakadó hóesésben, mert már több mint egy órával előtte ott álltam, amikor kezdődött a meccs. Volt még rajtam kívül 15-20 szurkoló. Én nagyon sajnáltam mindenkit, hogy egy órával úgy kezdődött később a meccs, hogy még amikor odaértem Hamlet 1-kor, akkor kezdték el takarítani a pályát. Kicsit előtte. Hát nem, ez vicces. Reggeltől esett az eső, éjszakától. Nem igaz, hogy nem lehetett felmenni arra szép pályára, és elkezdett takarítani. Mindenki nagyon jól tudta, hogy ebbe a szakadó hóesésbe nem lehet felmenni a füvesre. Mindenki nagyon jól tudta, hogy ebből műfüves pálya lesz, és el kellett volna reggel kezdeni takarítani, és akkor nem lett volna ekkora probléma. Ezt, amit Karcs is mondott, ezzel megerősíteni, hogy hamarabb kell megtudnunk igazolásokat, a csapat körüli helyzetről mindent hamarabb tudunk meg, mint hogy a új vezetés Féderer Andreával ugye kiegészítve, mert ő lett a kommunikációs igazgató. Én mindent a Bódi Csabától tudok meg, aki eredetileg volt ugye a sajtóreferens kommunikációs vezető. A Féderer Andrea még egyszer nem állt ki a nyilvánosság elé, még egyszer nem mondott nekünk semmit, még egyszer nem tájékoztatott minket, a John Marshall ugye nem állt ki. Ha én most úgy csúnyát szeretnék mondani, akkor mondhatnék, de inkább nem mondok senkinek. Én azért úgy gondolom, hogy nagyon sokan tudnak olvasni a sorok között, és tudják azért, hogy első számban kik a felelősek azért, hogy ideig jutottunk. Itt a felvétel előtt beszélgettünk ugye arról, hogy nem túl hálás szakma az újságírói, hiszen hát eleve ugye sok mindenről tudunk, amiről egyébként mások lehet, hogy nem tudnak, viszont hát nagyon kell figyelni, hogy mit írhatsz le és mit nem. És hát akkor innen hogy vezessek át egy következő témára, de akár egy újabb témára is átvezethetnék ugyanilyen apropóval, hiszen női kézilabdában is gyakorlatilag most tömös mi a szitu, ami a férfi vízilabdásoknál, hogy olyan dolgok vannak a háttérben, amit tud az ember, de nem írhat le, mert nem jól jön ki belőle, nem akar senkivel összeveszni, de hát akkor vízilabdára áttérve, mit szóltok ehhez az új hírhez? Múlt héten ugyanár kirobbant az a hír, hogy Gerendás György a Cetefeger férfi vízilabda csapatának edzője, aki 9. éve tartózkodik Tegerben és trénere az egri vízilabda csapatnak. A szerződése lejár az év végén és egy évet még hosszabbít, így 10. éve után fog majd távozni, viszont nyártól másodedzője nem Tóth Kálmán lesz, hanem Dabrowski Norbert, aki jelenleg a BVSC vezetőedzője, illetve a magyar válogatottnak a segédedzője, és hát itt pattant ki a botrány, igazából nem az egyik klub szivárogtatta ki ezt a dolgot, ez egy pesti, aztán a Nemzeti Sport információi alapján jött ki ez az egész történet, és hát itt az egész szurkolók gyakorlatilag egy emberként álltak ki Tóth Kálmán mellett, aki hosszú évek óta másodedzője a felnőtt csapatnak, tudjuk, hogy milyen remek utánpótlás tréner, szakember, és hát nagyon-nagyon sokan azt hitték, hogy ő követi majd Gerendás Györgyet itt. Tekintve azt még egyszer mondom, ugye, hogy hosszú évekig ő volt a másodedző, és hát egy evidens lett volna egy Gerendásnak a segítője, egy egri ember, és hát most tényleg itt is áll a balhé, és fornak az indulatok. Akár hol beszélgetek erről a témáról, gyakorlatilag mindenki erről beszél. Igen, és gyakorlatilag mi, hogy ez egy rossz döntés. Bár nyilván az edzőt majd az eredmények minősítik, aztán lehet, hogy Dabrowski Norberttel megszerezzük a remélhetőleg akkor a harmadik bajnoki címet, és akkor ő lesz majd a... Akkor negyediket, remélhetőleg. Már a negyediket, így van. És akkor lehet, hogy ő lesz a legnagyobb edző. Igazából ezt nehéz megítélni, soha nem szeretek így előzetesen senki feje fölött pálcát törni. Az viszont tény, hogy Gerendás György és Tóth Kálmán az utóbbi években olyan munkakapcsolatba került, illetve annyi közös tapasztalattal vannak felvértezve, hogy adta volna magát az a helyzet, hogy ha Gerendás György befejezi Egerbe, akkor Tóth Kálmánnak adasson meg az a lehetőség, hogy felnőtt csapat vezetőedzőjeként, egri felnőtt csapat vezetőedzőjeként próbálhasson meg hasonló sikereket elérni, mint tette az Gerendás segítőjeként. Én úgy tudom, hogy ez is a klub közleményéből derült ki, hogy volt egy 3 névből álló lista, amelyből Gerendás Györgynek ki kellett választani azt a személyt, akit szeretne majd utódjának választani. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a 3 névből álló listát ezt kiállította össze, nyilván valószínűleg a klubvezetők. És szerepel ebben egyáltalán Tóth Kálmán? Tehát, hogy ő mennyire volt periférián ebből a szempontból, vagy... Igen, itt azért a határon belül feszegetve a témát, én csak megkérdezem tőletek, hogy szerintetek egyébként az normális dolog-e, hogy egy távozóedző megnevezi az utódjai, a lehetséges utódjai. Tehát az, hogy ha ő nem itt folytatja a pályafutását, akkor neki kell le abból dönteni, hogy akkor utána ki lesz itt. Gerendás Győr is már többször is mondtuk, hogy ő több, mint egy edző Egerben. Ez tény. Gyakorlatilag nem azt mondom, hogy ő maga az Eger,
de azt hiszem, hogy nem állok távol az igazságtól. Ő abban a helyzetben van, hogy ezt megmondhassa. Kétélű dolog. Én úgy gondolom, hogy a Bárány Attila bízik annyira Gerendás Györgybe, hogy ő eldöntse, hogy kit szeretne magát utódjának, kit szeretne utódot. Kétélű. Az egyik, hogy Kálmán nagyon sajnálom, hiszen rengeteget tett az egri vízlabdáért. Szerintem mindig az alapja az utánpótlás mindennek, és szenzációs munkát végzett. Amikor idejött a Gerendás... Még ez most is. Igen, jelenleg is. Idejött a Gerendás György, azóta nagyon sok fiatal, ifjúsági korú játékosunk egyre több játszik a felnőtt csapatba. Együtt nagyon jól megértették egymást. És ez nagyon jó, hogy ennyit megtett, és egyik éle az, hogy mi egriek nagyon szeretnénk, egy kicsit legyünk lokálpatrióták, hogy de jó lenne egy egri edző. Viszont a másik éle a dolognak, hogy Gerendás György, én úgy gondolom, hogy még rosszat nem tette Gernek. Én úgy gondolom, hogy jelenleg se akar rosszat. Tehát az, hogy ő Dabrowski Norbertet választotta, én biztos vagyok benne, hogy ezt a dolgot ő átgondolta, nagyon-nagyon átgondolta. A másik az, hogy profi világban élünk. Tehát ha meg hinni, egri szurkok mondta, hittek abban, hogy Tóth Kálmán a templomba kell. Tehát olyan dologról beszélünk, hogy mi egri szurkok szeretnénk, hogy Tóth Kálmán legyen az edző. Én nagyon szeretném, hogy a Josep Guardiola legyen az Egri FC edzője. De tehát nem mi döntjük el. Hát még ő mennyire szeretné. Mi vagyunk, úgy gondolom, hogy mi vagyunk azok, akik élvezni kell, hogy élveznünk kell ezt a egész dolgot, ami körülvesz minket. És van egy vezetőség Gerendás Györggyel, Bárány Attilával, illetve az elnökségi tagokkal, akiknek meg el kell dönteni, hogy ők miben látják legbiztosabbnak az Egri Vízilabda Klub jövőjét. Jó, ha akkor... ők ebben látják, akkor én hiszek nekik, ahogy mondta Karcsis, hogy előre nem szeretnék én a Dabrowski Norbertet nagyon szerettem, mint játékos. Kíváncsi leszek, azt mondják, hogy Pesten nagyon jó munkát végez a BVSC-nél. Nagyon várjuk, hogy mit fog persze csinálni. Persze, az se véletlen nyilván, hogy másodedző lett a magyar válogatottnál. Tehát persze. Itt nem is erről van szó, hanem egy másik megvilágítás szerint. Emlékeztek, amikor úgymond a Gerendás éra kezdetét vette Itegerben 9 évvel ezelőtt, nincs 9 éve, hogy azért akkor évekig ment a zsoldosozás. Hogy budapestiek, hogy megvett csapat. Profi sportban már ilyen nincs. Rendben, de most nem erről beszélek, hanem azt, hogy ti is tudjátok, hogy rengeteg volt a szurkolói ellenérv, illetve a rossz megjegyzés, a rossz májú megjegyzés ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, azért az évek alatt ez lecsillapodott, és tényleg egy Gerendás Györgyre, aki nyilvánvalóan nem egri kötődésű ember, most már ugye az, senki nem azt mondja, hogy egri, tehát mindenki befogadta, mint egri. Vagy akár amilyen játékos, a kanadai Kevin Graham, szerintem mindenki egrinek tekinti. Viszont most ez az ügy megint kiélesítette ezt az ellentétet, és különböző fórumokon lehet olvasni a szurkolókat, nyilván ahol nem kell nevet megjeleníteni, ott sokkal vérmesebb vélemények fogalmazódnak, de hát gyakorlatilag megint ez van, hogy miért nem lehet egri, pesti. Persze a sport része, tehát a sportdöntés az teljesen más megint, ahogy te mondtad, hiszen a felelősség az elnökön van, meg az elnökségi tagokon, de most azért megint kiéleződik egy ilyen feszültség, és hát csak, hogy... Balázs, kerekben... lehet, hogy durva leszek. Az a szurkó, aki nagyon lokálpatriotizmust akar, menjen ki az LKF meccsére. Ott se csak egriek vannak. Ott se csak egri játékosok. Tehát ezt nem lehet nekünk megtenni, hogy mindenhol csak egri játszol. Nagyon szép, és én lennék a legboldogabb, hogyha a Cete Feger férfi vízilabda csapata 3-4 év múlva úgy nyerne bajnokságot, hogy csak egri fiatalok, a Lőrinc Bálinték, és csak egri fiatalok alkotnák. Itt, hogy Dabrowski Norbert lett az edző, attól se fognak egriek biztos, hogy játszani ebbe a csapatba. Azt láttuk, hogy Gerendásék mi mindent megtettek. Van egy LKF-ünk, ahol azért játszunk több egri játékos, de ott sem mind egri játékos. Tehát azért ne felejtsük el, sőt, nagyon sok nem egri. Nem nagyon könnyű, még nagyon nehéz már ezt megcsinálni, hogy itt beszélünk erről, hogy csak egri, meg egri vezető, meg egri játékosok. A profi sportban a legfontosabb az eredmény. Én kíváncsi lennék annak az embernek a véleményére, aki azt mondja, hogy csak egri legyen. És akkor OB egy utolsó előtti három csapatában ott lennénk. Az mennyire lenne jobb neki? Nem azt mondom, de most nézzünk a régi egrieket, Hegedűs Gábor, aki mondjuk elment. Jó, ön valószínűleg vissza sem fog jönni Szegedről. Jó helyen van Gabi, ott én úgy gondolom, még sokat beszélek vele. De a fiatalok közül is ügyesek, tehetségesek, de ha csak a fiatalok játszanák, meg csak az egri kötődésű játékosok, akkor mi nem álmodozhatnánk itt első háromról. A Tóth Kálmán megint csak mondom, én nagyon jó szakembernek tartom, nagyon sajnálom, de biztos vagyok benne, hogy Dabrowski Norbert nem azért került oda, mert nagy haverja a Gerendásnak. Én úgy gondolom, hogy Dabrowski Norbert azért került oda, mert a Gerendás bízik benne. És én annak ellenére sokan, ahogy te is mondtad, mindig zsoldosozták Gerendás, nagyon sokáig nem szerették, mai napig sokan vannak. Én úgy gondolom, hogy Gerendás György tett annyit a magyar vízilabdáé, illetve az egri vízilabdáé, hogy elfogadjuk a döntését. Tehát. Zárjuk le akkor a vízilabda témát. Egyébként csak egy érdekes szituációval, mint adista jövő héten pont Eger BVS címérkőzés lesz a Vicskei Uszodában. De meg lehet nézni a Dabrowski. Igen, meg lehet nézni az utódot. Hát érdekes lesz. Jó, akkor haladjunk tovább a témával. Az előbb úgy kötöttem át a témát fociról vízilabdára, hogy
hogy azért olykor-olykor nehéz helyzetben van az újságíró, hiszen olyan dolgokat nem írhat le, amiket tud és nyilvánvaló. És akkor itt a következő témánk, női kézilabda. Mint ismeretes, tegnap kedves nézők egyébként láthatták itt a Lícon televízióban, az EKFSC Globosis NB1B keleti csoportjában listavezető együttese, női kézilabda együttese. Hétvégén 3 góllal kapott ki a tavalyi bajnok Nyiradony csapatától hazai környezetben, és hát azóta áll a bál a csapatházatán, hogyha lehet így fogalmazni. Sike Károly a Heves megyei hírlapban a tegnapi számban volt. Hát a keddi számban meg is jelentetett egy interjút Benkó Györgyel, ugye, aki a névadó szponzor Globosis Hungary Kft. Ügyvezetője, és hát itt azért elég érdekes a történet, ami a háttérben zajlik. Erről mit tudunk elmondani, Karcsik? Hallgatlak titeket! Ugye az alaphelyzetet az jelenti, hogy volt egy Nyiradony elleni mérkőzés, ahol elég gyenge teljesítmény jutott a csapat, mondjuk ki. Úgy kaptak ki, úgy szenvedtek vereséget, hogy több játékos is milyen tudás alatt szerepelt, nyújtott, és emiatt alul maradt a csapat. Tette ezt úgy, hogy az előző 7 mérkőzését azt egyaránt megnyerte, és továbbra is vezeti a bajnoki tabellát. A mérkőzés után érezhető volt a feszültség, illetve már a korábbi időszakban is tapasztalható volt, hogy minthogyha egy picit megbomlana látszan az az egység, ami a szakmai vezetés és a együttes fő szponzora között mondjuk tavaly még eléggé erősen jelen volt. Én többször is próbáltam ezt a kérdést felgöngyölíteni, illetve mélyebb információkhoz jutni. Oknyomozó stílusban, ugye? Természetesen. Igen, és hát most úgy gondoltam, hogy a mérkőzés után, látva a főszponzor reakcióit, talán megkérdezem, hogy hogyan élte meg ezt a dolgot, illetve mi az, amit így a mérkőzés után megfogalmazna, volt esetleg utózöngéje ennek a találkozónak. És hát alaposan belenyúltál ezek és szerint. Olyan választ kaptam, amit én bevallom, egyenes vagyok, sejtettem, hogy ez van a dolog hátam mögött, ezért naív lennék, ha azt mondanám, hogy azért hívtam fel, mert nem tudtam erről. Nyilván tudtam róla, benne volt a levegőben, szurkolók beszélték, játékosok. Érezhető volt, hogy itt valami nem klappolt. Aztán a főszponzor, amit én nagyon díjazok, teljesen őszintén elmondta azokat a dolgokat, amiket sérelmezett. Szó van arról, hogy a játékosoktól a járandóságuk egy részét megvonják, aztán, ha jól tudom, akkor az is szóba került, hogy talán mégsem. Itt még megy a bizonytalanság. A szakmai stáb figyelmeztetésben részesült, hogy hasonló eredmény esetén nem riad el egy esetleges személycseréktől sem. Aztán az jelentette igazából a Billy kiborulását, hogy gyakorlatilag egy olyan szakmai stábot minősített, amelyik vezeti a bajnokságot a csapatával, és az eddigi 12-3 mérkőzésből ez volt a második veresége. Sokak szerint talán korai lenne ilyen jelzőkkel, illetve ilyen komoly szankciókkal illetni egy csapatot, illetve egy vezetőedzőt. Ezt nyilván nem az én reszortom megítélni, hogy ő hogy látja ezt, nyilván ezt ő, az ő döntése, ha ő úgy gondolja, hogy szankciókat kell bevezetni, akkor nyilván ennek eleget is fog tenni. Igazából ez jelenti most a legfőbb problémát, hogy egyesek szerint ez nem a nyilvánosságra tartozik, és nem kellett volna ezt kiteregetni. Én meg azt mondom, hogy ne dugjuk a fejünket a homokba, mert amit tudnak az emberek, azt kár burokba helyezni, vagy mást állítani, és én azért bátorkodtam ezt a cikket elkövetni, amiért továbbra is azt mondom, hogy vállalom a felelősséget, és én tartom magam ahhoz, hogy ez ennek minden szava igazság volt. Azt mondod, hogy azóta kaptál itt a felvétel előtt, azt mondod, hogy azóta folyamatosan kapod a leveleket a szerkesztőségbe. Ezek milyen jellegű levelek? Érkeztek többféle megkeresés is. Egyrészt van, aki azt kérdezi, hogy miért volt erre szükség. Olyan levél is érkezett, aki a szponzort törekvéseit próbálja egy picit kordába tartani, mert ő úgy gondolja, hogy talán túlzottak ezek a kirohanások. Többféle érv és ellenérv van, nagyon nehéz igazságot tenni. Én úgy gondolom, hogy ezt klubon belül kell rendezni, a tényekért pedig vállalni kell a felelősséget mindenkinek.
Hát egy biztos a csapatnak a torkán ott van az a bizonyos kés, ugye átértesen mondom, hiszen 2 pontra zárkózott fel a második helyen lévő Vasas együttese, a Nyíradony pedig 3 egységre van, tehát éppenséggel még ez a kis különbség az abszolút ledolgozható, de hát azt hiszem, hogy talán jókor jött ez a pofon még itt az a szezon elején, és így a lányok fel tudják mérni ennek a helyzetnek a komolyságát. Ha már azt mondtam, egy ilyen példával éltem, hogy hasonlattal éltem, hogy a csapatnak a torkán ott van a kés, akkor úgy gondolom, hogyha egy másik sportágról beszélünk, akkor ez még hatványozottabban igaz, birkózás, ahogy beharangoztam itt a felvételünk elején, ugyanis a 2020-as olimpián, ha minden igaz, akkor elköszönünk az egyik legősibb olimpiai sportágtól, ami egyébként az újkori olimpiai játékok történetében mindig ott volt, de azt mondom, hogy egy kivétellel nem volt ottán. De a legősibb, és hát szóval mindig ott volt. Igen, és az ókori olimpiákon is. Tehát én úgy gondolom, hogy az egész világ megfogta a fejét. Azt ugye tudtuk, hogy szűkíteni akarják a kört, ki akarnak venni sportágot. Amiről szó volt az öttusa, ugye? Illetve a tékvandó? Ez a kettő. A birkozásra senki nem gondolt, erre pedig azt hiszem két hete annyi se bejelentették, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Végrehajtó Bizottság, ugye? Igen. A Végrehajtó Bizottsága úgy határozott, hogy 2020-tól a birkózás lesz ez a szenvedő sportág. Van még egy fórumtál, ahol meg lehet ezt vitatni, egy szintén nobos összetartás, vagy nem tudom, egy konferencia. Tehát addig még van egy kis idő, de az biztos, hogy az egész világ megmozdult az ügy érdekében, nem csak a birkózók. Én azt várom már, hogy a öttusa helyett egy fedettpályás távolba nézés legyen az öttusa, illetve az olimpiai szám, illetve azt várom, hogy a labdarúgás helyett vezessék be a 100 méteres véraláfutást. Kb. Olyan vicces ez. Tehát olyan buta sportágat... Azt mondják, hogy ilyeneket akartak, ilyenek vannak most témában, hogy sportmászás. Ezért mondom, hogy az milyen látványos. Falmászást akarnak, meg nem tudom milyen shinchu, kungfu féle ötödik fajta verzióját már, amit csak talán Japánba űznek. Egyszerűen Magyarországon van 5 követője talán, tehát ilyen butaságokat, egy tradicionális sportágat kivenni azért, hogy buta sportágoknak, elnézést, a falmászónak nagy respekt, hogy ők megcsinálják, én egy lépést nem tudnék felmenni, de könyörgöm, ne legyen olimpiai sportág, tehát olyan dolgokat akarnak behozni, ami hát, egyszerűen... Lehet, hogy így akarja a Nobát kötni ezeket a sportágokat, mert akik most ezt a hírt meghallották, hogy a birkózás ki, esetleg a sportmászás, de hát sokan lehet a falmásznál. De úgy tudom, hogy van olyan, hogy extrém olimpia, tehát az extrém sportágok olimpia, ahol van falmászás, miért nem hagyják ott? Tök jó helyen van ott, aki akarja megnézni, én nem akarom, én nem fogom megnézni. A másik az, hogy itt, ha a birkózást kiveszik, akkor több millió sportolót. Mert itt nem csak a szovjet utódállamokról beszélünk, Magyarországról, az Egyesült Államokról, Iránról, ahol óriási tömegek sportolnak. Magyarországon abban a pillanatban vége a birkózásnak, hiszen nem olimpiai sportág, és már nem kapja meg azt a fő támogatást, azt a keveset se, amit eddig kapott szerencsétlen birkózás, és akkor nincs utánpótlás és nincs birkózás. Ezzel megölni egy több milliós utánpótlású tradicionális sportágat óriási butaság lenne. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ez nem fog lekerülni a olimpiai sportágról. Én úgy gondolom, hogy a szovjet utódállamok, Oroszország, Irán, Egyesült Államokban is nagyon nagy a tradíciója. Olyan lobbizások lesznek itt. Szinte mindenhol. Azért mondom, hogy olyan lobbizások lesznek itt, Korea. 180 tagállama van, azt hiszem, az összbirkózó szövetségnek. Érdekesítként annyit hozzáfűznék, hogy a végrehajtó bizottságban abban a 3 tagú, 3 ember dönt, ez hihetetlennek hangzik. A 3 tagú bizottságban olyan nemzetek képviselői szerepelnek, amelyek egy birkózót sem delegáltak a London olimpiára. Tehát innentől kezdve... Igen. Egyébként itt a döntés háttéréről annyit érdemes talán elárulni a kedves nézőnek, hogy én hallottam olyat, hogy olvastam olyat, hogy talán azért került szóba a birkózás, mert a televíziós nézettsége Londonban nem volt olyan magas. Tehát ugye a leggyengébbek között volt. Az más kérdés, hogy a helyszínen mindig teltház volt, de hát gyakorlatilag egyébként az olimpián szinte mindenhol teltház volt. Így jöhetett egyébként szóba. Egy másik dolog, és utána egyből visszaadom a szót, hogy sokan arra spekulálnak, állítólag Szentpéterváron lesz ez a továbbképzés, vagy nem tudom, szeptemberben, és pont ez volt a megszerzés, hogyha pont egy olyan tradicionális birkózó nemzetnek a hazájában meszelik el végleg a birkózást, akkor tényleg nincs miről beszélni. Hát nem tudom, hogy megvalósul ez, vagy nem. Közvetlenül a döntés után beszéltem Virág Lajossal, aki tudjuk, hogy egri származás és a megyei birkózó szövetségnek jelenleg ő az elnöke, és kíváncsi voltam a véleményére, hogy mondja már el, hogy hogy látja ezt a dolgot, és hát mosolyogva mondta, hogy ő ezt nem tudja elképzelni, hogy ez a sportág valahogy is lekerüljön az olimpiáról, mert tényleg a tradícióját tekintve egyszerűen
elképzelhetetlen az olimpia birkózás nélkül. És hogy hogy került képbe a birkózás? Egy három kritériumból álló szempontrendszert állítanak fel minden olimpia után, és elemzik külön a sportágokat. Nyilván itt a nézettséget is, a reklámbevételt, többféle szempontot figyelembe vesznek, és ez alapján a birkózás az elég alacsony mutatókkal rendelkezett a londoni olimpia után, és ezért került szóba ez a dolog. Viszont ha azt nézzük, hogy mekkora tömegbázisa van a sportágnak, ahogy Zsolt is mondta, hogy hány ezer fiatal birkózó csak azért kezd bele ebbe a sportágba, hogy valahogy olimpiai bajnok legyen, olimpián szerepeljen. Nem csak Magyarországról van szó, hanem a 180 tagországok szinte mindegyikében. Ezzel gyakorlatilag kinyírhatják az egész sportágat. Ezzel teljesen ellehetetlenítik az utánpótlást, a sportágat, és nyilván azok az emberek, akik eddig ebben dolgoztak, azok azt érezhetik, hogy az eddigi munkájuk az talán hiába való volt, mert... Csak egy példát, hogy mondjak erre, szerintem nagyon jó példa erre, hogy tudjuk jól, hogy Magyarországon melyik öt látványsportág az, amire ugye TAO támogatást lehet áldozni. Ugye labdarúgás, kézilabda, jégkorong, kosárlabda, és... Vagy ez a négy van? Ez a négy van, ugye? Foci, kézi, kosár, jégkorong, ennyi. És csak hogy mit akarok ezzel mondani? Nem tudom, mi az ötödik. Valami még van. A lényeg az, hogy nincs benne a röplabda, és nagyon sokan nehezményezték. Az Országos Röplabda Szövetség elnöke Orbán Viktornak írt külön levelet. Csak nézzük meg egyébként, hogy ezzel a TAO támogatás nélkül a többi sportág mennyire el tudott lépni. Itt szükebb hazánkban legalább is láthatjuk, hogy milyen mostoha körülmények között dolgozik a két egri röplabda csapat, mert ettől függetlenül két csapatról beszélünk. Tehát valahol ugyanerről beszélek szerintem, csak ez nyilván kicsibe, ha egy birkózás nincs az olimpián, akkor onnantól kezdve egyszerűen nincs miről beszélni. Az olimpiai sportágak utánpótlása mindig kap valamennyi pénzt, nem tudom pontosan mennyit, ezt a Magyar Olimpiai Bizottság osztja ki. Ha most nem lesz olimpiai bizottság, akkor ugye nincs pénz, eddig se volt pénz, de így még kevesebb lesz. Én nem tudom elképzelni, hogy ez a három szempontrendszer, amit te mondtál, én is hallottam róla, és nem néztem utána. Én nem tudom elképzelni, gyerekek, hogy a szörf jobb volt a három szempontrendszer alapján, mint a birkózás. Tehát egyszerűen felfogni nem tudom. Én nem tudom elképzelni, hogy a agyaggalamb lövészet jobb volt, mint a birkózás. Egyszerűen felfogni nem tudom. Mert az állatvédők hozzáálltak, tehát hogy agyaggalamb lövőnek nem illendes galambra, és ők kiálltak mellette. Én nem tudom elképzelni, tehát engem kövezzenek meg, engem lehet utána bántani, de aztán még egy olimpiai sportág. Kövezzenek meg, biztos lehet benne mindegy, ezt a sportágat nem veszik le. Tehát óriási nagy hiba lenne, hogy, és szerintem maguk alatt vágnák a fát a bizottság tagjai, ezt a sportágat levennék az olimpia. Alig maradt időnk, úgy gondolom, hogy a mára tervezett programokat kiveséztük, azonban hát állom, most állok elébe, elétek fiúk, mondjátok nyugodtan Barcelona Milán először, aztán Barcelona Real. Sikerül, hát fogják magával kezdet. Ugye megbeszéltük, igen, Karcsikó, gratulálok most a Milán Barcelona mérkőzéshez. Nem gondolta szerintem ez senki a világon, csak az olyan elvakult Milán szurkolók, mint te. Hát ez van, nyugodtan. Kiugró eredményre ismerem, mert az utóbbi idők teljesítménye az nem ezt mutatták, de büszke vagyok a srácokra, mert úgy gondolom, hogy... Betartották az igényeidet. Aki egy ilyen eredményre képes, az annak méltán szurkolhatunk. Karcsi mennyire pesszimista. Én gratuláltam neki, a közösségi portálon beszélgettünk a mérkőzés után valamennyivel, és gratuláltam neki, és azt mondta, hogy még várjunk, tehát már rögtön mondta, hogy hát még ne jussunk tovább, és akkor erre azt mondtam, hogy jó van, de ha tovább jutnátok, akkor mit szólnál egy, ugye mindenki tudja, hogy Bayern szurkolók, egy Bayern Milán meccshez, erre azt írta, hogy hát mi még azért egy kicsit gyűjtögetnénk a tehát, hogy mennyire pessimista a Karcsi, tehát... Hát igen. De óriási, annak ellen, hogy mindenki tudja róla, én utálom azt a fajta focit, amit a Milán most játszott. Én utáltam tavaly a Chelsea-nél, hogy kiverte a Barcát, utána megverte a Bayern, de én nagyon-nagyon nem szeretem ezt, a nagyon védekezek, 30%-ba birtoklom a labdát, és így megverek egy csapatot, aki viszont szenzációsan jó támadó focit játszik, ami nekem élvezetes. Viszont azt nem mondhatom, hogy nem ismerhetem el. Tehát aki a Barcelonát 2-0-ra megveri hazipán idegen, mert tök mindegy, hogy hol, nem kap gólt ettől a bűvelős Barcelonától, és rúg kettőt,
igazából el kell ismerni, ennek ellenére is úgy gondolom, hogy Karcsony még azért várni kell arra a visszavágóra. Ráadásul ugye a Barcelonának a hullámvölgyét mutatja most az, hogy tegnapi napon kikapott hazai pályán a Real Madridtől a spanyol királykupa elődöntőjének visszavágóján. És én azt vettem észre, hogy a Barcelonát úgy lehet megölni az ő játékukat, hogy egyébként egy borzasztóan botrányosan gyenge meccs jön ki belőle, nem? Tehát akkor lehetne, hiszen a labdabirtoklás az megmarad, viszont az, hogy nem tudnak helyzetbe kerülni, és középpályán tilitoliznak, hát annyira nézhetetlen futballmérkőzés jön ki belőle, hogy valami hihetetlen, de hát úgy tűnik, láttuk ezt tavaly a Chelsea-től, láttuk most a Real-tól, láttuk a Milan-tól, ez a recept a Barcelona. Hát remélem, azért én még várnék két hét múlva a Karcsi, pont kedden lesz a visszavágó, szerdán majd várok szeretettel. Rendben van, állok elébe. Reméljük, hogy hívnak is. Én úgy gondolom, hogy ha a Milan úgy tud védekezni, akkor tovább fog jutni, már megmondom miért. Én nagyon sajnálom a Barcelonát, jelenleg a világ legjobb csapatának tartom, de úgy néz ki, hogy én régen mindig azt mondtam, és nagyon szerintem sokan azt mondtuk, hogy tök mindegy ki az edző ennek a Barcának, én is odaülhetnék, akkor is megnyernék mindent. Úgy néz ki, nem mindegy ki a Barcelona edzője se. Tehát nem mindegy, hogy Guardiola, vagy Villanova, vagy éppen most ez a harmadik számú emberke már, nem tudom már, hogy hívják, ül ott a kispadon, nem mindegy. Tehát úgy néz ki, hogy ide az edző is kell ahhoz, hogy ezek a játékosok produkálnak és muzsikáljanak. Mert azt nem lehet elvenni a Barcától, hogy ez a hármas most, ez a Xavi, ezt a Messi kiegészülve a Villa, Thiago, Sánchez-zel, én úgy gondolom, hogy verhetetlen, normál esetben. Én úgy gondolom, hogy ha Milán jó focizik és jó fog védekezni, akkor most ezt a Barcelonát kiverheti, és akkor sok sikert a Bayern elleni következő fordulóhoz. Legyen ez az ászló, az még egy megjegyzés, hogy a műsorunk végez, csak azért, ha már itt a kedvenc futballcsapatok szóba jöttek, ha Zsolti, megint elő kell hozom a Ferencváros csapatát. Mit szóltak az, hogy másfél héttel a Fradi Újpest rangadó előtt az összes jegyet eladták? Dühös vagyok, mert nem. Amire azért nem, én nem tudtam menni. Amire azért nem nagyon szokott példa lenni a magyar futballban, és itt egy nem 6000-es stadionról beszélünk. Itt hát elvileg 16-17 ezer ember lehet az Üllői úton, másfél héttel a meccsről elkapották. Nyilván az összes egyet. Annak is szól, hogy ugye az lesz az utolsó tétmérkőzés. Nem, azt mondják, hogy lesz még ott meccs lesz. Utána. Igen, de úgy tudom, hogy tétmérkőzés utolsó, a Rapid ellen lesz a műsorszal. De az nem tétmérkőzés. Kiderül még, nem? Én úgy gondolom, hogy ez meg lesz, tehát a Gubatovnak a szavában, én hiszek, ő soha nem mondta ki, de egy kicsit, ahogy Karcs is mondta, ezt lögdösték, hogy a Újpest az utolsó tétmérkőzés. Annak is szól, hogy Karcsi mondta, utolsó Újpest elleni első tavasz ilyenkor nagyon nagy a várakozás. Első tavaszi hazai, meg hát megy a csapat. Ezzel csak azt akartam, hogy nem is a Fradiról beszélünk, hogy azért, hogyha ezt a rossz magyar futballt annyiszor szapoljuk meg, bántjuk, azért úgy gondolom, hogy minden ilyen apró örömteli hírnek örülni kell. Karcsi, te kinek szurkolsz Magyarországon tényleg? Ezt még nem is kérdeztem. Tárkánynak. Egernek. Jó, hát Tárkányon kérdeztünk. Hát nyilván a Tárkánynak is, de most itt az NB1-ről, ha beszélünk, akkor egy. Ez jó kupa meccs volt a Béla Pát ellen. Na, már beszéltük. Nem akarom megbántani a Béla Pátiakat, de... Lehet, hogy most kell befejeznünk akkor a felvételt. Jó, maradjunk annyiba, folytatjuk egy héttel később. Én kedves nézőnek köszönöm a figyelmet, remélem, hogy olyan témákat tudtunk boncolgatni, feszegetni, amik valóban most mindenkinek a fejében járnak, akik az egri sport kapcsán beszélgetnek, vagy azon túl. Úgy gondolom, hogy kielégítettük az igényeket. Köszönöm még egyszer Sike Károlynak és Hegedű Zsoltnak. Kedves nézőnek a figyelmüket, most pedig következik utánuk a hétvégi Salgótarján elleni férfi kosárlabda mérkőzés az Eger számára. Hát akik szeretik a magukat kínozni, azoknak ajánlom figyelmébe. Azt hiszem az eredményt mindenki tudja, maradjanak velünk, minden jót, viszontlátásra. Hátszik Péter lépést reklamált. Padla, lőni kell, padla, gól! Van stusz poén. Belül az utolsó fél percen Kovács, megint leve, oh, Jean-Pierre! Hoppá! Alacsony ez a kis rác 11-esben, akkor a gólt lőtt, kicsit szusszanunk, aztán folytatjuk a második fél időben.